Maszkok, parókák, színes kiegészítők és még számos parti kellék sorakozik ennél a standnál Pécs belvárosában. Szilveszter közelettével a város több pontján is találkozhatunk ilyen árusító helyjel. Egyelőre még nincs nagy forgalom, de a tapasztalatok szerint az év végére sokan szeretik így vidámabbá tenni a hangulatot. Elsősorban a kisgyerekeknek vásárolják. A trombita ez mindenféleképpen, tehát ez az egy örök sláger szerintem, amíg szilveszter. És onnantól kezdve szerintem így kifejezetten nem tudok kiemelni semmit, mert mindenből visznek. Ha nem is sokat, de egy kicsit. Az infláció azonban itt is érezteti hatását. A termékek is drágultak, és az emberek sem úgy költekeznek, mint néhány évvel ezelőtt. Szerintem nagy forgalomra nem számítok, tehát ha a tavalyit hozzuk, akkor én azzal meg leszek elégedve. Tehát azért az áremelkedés a tavalyihoz képest 30%-os itt is, tehát nem került el. Papírárunak nagyon felment az ára, úgyhogy ez sajnos, mint mindenben, itt is érzékelhető. Számos ember családi összejövetelekkel, bulikkal ünnepli óévestéjét. A zajos mulatságok, a lármázás pedig a néphagyomány szerint előzi a felhalmozódott gondokat, bajokat, hogy tiszta lappal indulhasson az új év.